Brandt Róbert, az országos roma önkormányzat képviselője nyitotta meg a rendezvényt. Zomba, én azt gondolom, a megyén belül egy olyan település, ahol a cigány hagyományokat, a roma kultúrát rendszeresen rendezvények formájában is, rendezvényen kívüli formában is őrzik, illetve ápolják. Ehhez még külön gratulálok nekik. Én azt gondolom, hogy Tolna megye teljes cigányságát kell segíteni, ha igényük mutatkozik rá, és én ebben teszek ígéretet, hogy Tolna megye teljes cigányságát igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni, támogatni. Roma identitás tudatuk útján egy valódi közösséget formáltak, ami a hagyományok megőrzését és megerősítését szolgálja, foglalta össze Szancsik Mária, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Nagyon fontos, hogy az ifjúságnak továbbadjuk ezeket a hagyományokat és a roma kultúrát, hiszen ha mi nem őrizzük, vagy nem ápoljuk, sokszor mondják, hogy nem kell azt mondani, hogy őrizzük, hanem ápoljuk, vagy továbbadjuk az ifjúságnak, akkor el fog veszni a kultúránk. És mi nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy mi már az Egyesületünk 20 éve foglalkozik a roma hagyományőrzéssel, mint fő profillal, nem csak helyben, hanem Tolna megyében, Magyarországon, sőt Románia is felléptünk már a kis csoportunkkal, úgyhogy én a táncon kívül nagyon fontosnak tartom, hogy roma népismeretet is tanuljanak a gyerekek, így az iskolába beszoktam menni nemzetiségi héten, roma népismeret órát tartani a gyerekeknek. Elég nehezen foghatók a gyerekek, de én azt vettem észre, hogy mi a 18 éves munkánk alatt, a tánccsoport 18 éves munkája alatt, mi a gyerekeket meg tudtuk úgy fogni, hogy nem kallódott el egyetlen egy se, nincsen mobil, tehát online függőség, amikor itt vannak, be vannak ők tanulva már arra, hogy be kell öltöznöm, időbe ott kell lennem, tehát egy időbeosztást is megtanulnak a gyerekek, akkor önkéntes munkát is ugye tanúsítanak ezzel, hogy ők itt vannak és táncolnak, illetve hát a roma hagyományokat. Nagyon fontos, hogy a roma identitás tudatot felvegyék, tehát hogy ne tagadják le, hogy ők roma származásúak, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen most is a népszámláláskor 100 000-re kevesebb romát számláltak össze, nagyon-nagyon nagy gond, hiszen minden onnan indul el, hogy hányan is élünk ebben az országban, mint roma nemzetiség. A közösséget erősítjük, tehát még az, ami nagyon fontos számunkra, tehát a roma közösségen kívül az, hogy a nem romák is részt vegyenek, tehát legyen egy ilyen integráció, és érjenek el roma kulturális tartalmakat, hogy ne csak az előítéletek legyenek, hanem legyenek pozitív dolgok. Tehát bemutatjuk azt, hogy milyen pozitív értékekkel rendelkezik a cigányság. Nálunk nagyon összetartó a közösség, most büszkélkedhetek, mert 10 taggal bővültünk. Tehát ebben az évben 10 tag lépett be az Egyesületünkbe újként, és azt elmondhatom, hogy a 10 tagból talán 2-3 roma származású és nem roma származású emberek is beléptek, és segítségül vannak, tehát önkénteskednek az Egyesületbe, sütöttek süteményt a mai napra, még azzal is tudunk kedveskedni a vendégeknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk jól működik az egyesületi tevékenység, illetve a közösség. Az eseményen több meghívott roma tánccsoport és egyesület lépett színpadra és adta elő a térségükre jellemző hagyományos táncaikat.
A megjelenteknek tradicionális étellel is készültek. Az ebéd egy cigány hagyományos pörkölt lesz lecsóval és punyával, illetve tésztát is főztünk, mert valaki azt szereti. Savanyúsággal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a vendégeket. A roma kultúra művelésének támogatása mellett meg kell teremteni annak feltételét, hogy a többségi társadalom is megismerhesse a tradíciók értékeit. A saját kultúra bemutatása hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, erősíti a közvélemény elfogadását. I'm gonna go.